A két csapat számára rendkívül fontos találkozón egyik fél sem rontott a másiknak, fegyelmezett volt mind a két együttes, kockázatot nem vállaltak, ez meg is látszott a helyzetek számán, egy-két kószalövéstől eltekintve nem lehetett helyzetet feljegyezni, így gól sem született az első 45 percben. A szünet után pontrugások után alakulhatott ki egy-egy lehetőség, de egyik hálóőrnek sem kellett bravúrt bemutatnia. Aztán a hajrában a házigazdánál beállta a fiatal Kurdics Levente, akinek a lábában benne volt a gól. Előbb, lövése után a kapufa mentette meg a haladást, majd egy percen belül újra helyzetbe került, akkor viszont a szombathelyi védelem tudott menteni. A hátralévő percekben megélénkült a játék, de nagy helyzet ekkor sem alakult ki. A két csapat meccse 0-0-ás döntetlennel ért véget, ami a játék összképe alapján igazságosnak mondható.